Az elmúlt évekhez hasonlóan idén áprilisban is elkezdődik az egységes kérelmek benyújtásának időszaka. 2023-ban több mint 50 támogatásra pályázhatnak, emellett adatszolgáltatási kötelezettsége is lesz a gazdálkodóknak. A tavalyi évhez képest az egységes kérelem 6 állatalapú jogcímmel kerül bővítésre, többek között itt lehet bejelenteni a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuh támogatási igényt, a méh, illetve baromfi állatjóléti kifizetési kérelmet, mondja Botos Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei igazgatója. A Magyar Államkincstár várhatóan április 20-án nyitja meg a honlapját, ha az egységes kérelem már le tudják beadni a gazdálkodók, és június 9-ig lesz. Sok változás történt az elmúlt időszakban, a tavalyi évhez képest is. Az idejében nem lesz a szankcionálásra lehetőség a gazdálkodóknak, hanem ezen időszak alatt tudják beadni a kérelmüket, és ezen időszak alatt lehet korrekciót végrehajtani. Nagyon fontos tudni, hogy az államkincstár az idei évben már csak is kizárólag elektronikus úton fog az ügyfelekkel levelezni, kommunikálni, azaz ügyfélkapunk keresztül fog megtörténni ez a kommunikáció. Nagyon fontos, hogy a gazdálkodók saját maguk ellenőrizzék, illetve nézzék a saját ügyfélkapujukat, akik nem értenek hozzá, akkor legalább a meghatalmazottjuk férjen hozzá az információkhoz. Azonban a szaktanácsadók ezúttal is mindenben a segítségükre lesznek. A falugazdászok most ebben az évben is rendelkezésére állnak a gazdálkodóknak. Egy többnapos képzésen mentek keresztül az elmúlt időszakban, pontosan a változások miatt, és annak érdekében, hogy a gazdálkodóknak megfelelő minőségben tudjanak segíteni. A megyén belül Szekszárdon, Pakson, Dunaföldváron, Tamásiba, Dombóváron, Bonyhádon, reggel 8-tól délután 4 óráig várjuk az ügyfeleket, adott esetben, és amennyiben van mód és lehetőség, természetesen telefonon egyeztetve a falugazdászokkal, hogy az egységes kérelem benyújtásában segítséget tudjunk nyújtani. A változások, amik most a következő időszakban a gazdálkodókat érinti, illetve többlet támogatásra is lehetőséget tudnak kapni, az a zöldítési program, ez a 2020-as uniós közös agrárpolitikának az új lehetősége. Itt szeretném felhívni a gazdálkodók, hogy akik ebbe a programban részt kívánnak venni, a gazdálkodási naplójukat vezetniük kell, és annélkül nem is működhet a rendszer. Amennyiben a gazdálkodó úgy dönt, hogy csatlakozik a programhoz, úgy a gazdaságban lévő minden hasznosításra, szántó, egyéb gyep, ültetvény teljesítenie kell legalább 2 pont értékű gyakorlatot. Fontos megjegyezni, hogy már a kérelem kitöltésekor jelölni szükséges, hogy a gazdaságunkban mely vállalásokat tesszük, illetve annak melyik részén szeretnénk ezeket megvalósítani. A gazdálkodók adott esetben az időszakon belül nem tudják benyújtani az egységes kérelmüket, akkor a továbbiakban már nem lesz lehetőségük. Tehát április 20-a és június 9-e között tudják megtenni ezt, és biztatom őket, keresik a falugazdászainkat a megyébe, mert náluk minden információ rendelkezésre áll, és tudják segíteni azt, hogy jó minőségben megfelelő adatokkal nyújtsák az egységes kérelmüket.